Sziasztok! Korábban volt egy olyan videónk, amiben egymásnak válogattunk ruhákat, és úgy döntöttünk, hogy ezt próbáljuk ki valamilyen nagyon-nagyon más dologgal, például programokkal, úgyhogy a mai nap ez fog következni, úgymond egy vlogot fogtok látni, amiben kettő-kettő dolgot választottunk a másiknak. Szóval az egész napunkat együtt fogjuk eltölteni, és megszabtunk annyit az egészben, hogy mindenkinek kell egy kajás és egy programos helyet választania. Ezt a videót pedig a Frappé támogatta, ami egy élménykereső alkalmazás, telefonra lehet letölteni, és szerintünk nagyon-nagyon szuper, nézzétek meg mindenképp, mert letöltöttük, és én azóta egyébként azon keresek programokat, mert ki lehet válogatni, hogy milyen kategóriájút szeretnétek, inni, enni, élmény, stb. Azon belül is vannak kategóriák, meg tudjátok nézni a helyeket, képek alapján, ott a helyszín, hogy térképen megmutatja, hogy hova kell menni, értékelések is vannak, nyitvatartás, szóval minden, ami csak kellhet. Nagyon sok szűrő van úgymond, és akkor az alapján tudsz azt is, hogy mi van hozzád a legközelebb, meg ilyenek, szóval nagyon hasznos volt így nekünk is, és ezért is gondoltuk, hogy jó, akkor elvállaljuk ezt az együttműködést úgymond, mert mi is nagyon-nagyon élvezni fogjuk remélhetőleg. Úgyhogy akkor szerintem induljunk is. Igen. Ez az. Már sétálunk a hely fele. Sziasztok! És megérkezett vendégünk, amit én szerveztem be. Jézus, szóval ez így egy olyan meglepetés volt, hogy én vagyok a meglepetés. Én vagyok a program. Na, egyébként azért, mert ahova megyünk, az egy kicsit ízűbb lesz, hogyha hárman vagyunk, szóval csak azért kell. Igen, én leszek az agy a csapatban. Igen. Igen, mert Attila közben elszólt a legát. Spoilereztem, bocsánat. Szóval szabaduló szobába fogunk menni, az volt, amit én találtam ki. Mert én imádom. Szóval, mert én imádom a szabaduló szobákat is. Szerintem ők is. Háladéknek Attila is. Egyrészt én is nagyon-nagyon várom a szabaduló szobát, mert szerintem rohadt jó lesz. De pont most láttam, hogy jön a moziba egy olyan film, aminek az, amiben pont egy szabaduló szobában megy három házas pár, és kiderül, hogy igazából az így valójában egy ilyen gyilkolószoba, szóval, hogy így elkezdik sorra így lemészárolni őket, és soha nem jutnak már ki. Miért az új fűrész? Nem a fűrész, hanem az a címe, igen, szabaduló. És pont amikor megnéztem az előzést, akkor így gondoltam rá, hogy biztos, hogy én nem megyek soha többet szabaduló szobába, és így... Dehogy nem. Szóval sikeresen kiszabadultunk, egy órás játék volt, és 45 perc alatt igen, megcsináltuk, annyira nagyon jó volt, ilyen szerzetes rendes térképet kellett keresnünk, és volt 6 millió ilyen sima lakat, ami kulcsa, annyit meg számos lakat, nagyon, Attila ügyes voltam, nagyon sok minden is volt, úgyhogy jó, hogy elhoztuk, úgyhogy nagyon is. Az ész a csapatban, most nem tudod, Attila testvér, Nina testvér, Panni testvér, Karolina testvér. Nyilván bent nem videózhattunk, de amúgy meg nem is tudtunk volna, mert annyira elvazom foglalva mindennel, hogy meg sötét volt, szóval úgy felesleges lett volna. De szerintem most megyünk tovább, mert akkor megyünk ebédelni, és közben meg még mesélünk arról, hogy mi volt. Én bent miért hazafejelni? Szóval. Ő meg hazamegy fejelni. Attilának köszönjük a beugrást. Nagyon jó volt. Megköszönöm Panni a programot, meg nagyon meglepődtem, nagyon jó volt. Most vagyunk ezt először. Én nem. Úgyhogy azért volt ilyen jó, hogy itt vagyunk a Bio de Vegában, Lina ide hozott engem, és nekem már itt a levesem, mert ez egyből készen volt, ő még írogat, de egyébként mindjárt megjön az ő kaja is, és akkor egyben megmutatjuk, hogy milyen. Szóval megjött az én kajám is, ami egy hamburger, meg a hamburger, nagyon kíváncsi vagyok rá, és iszonyú éhes vagyok, szóval most ez így, ja. Úgyhogy ez így izgrász, de 1000 óra lesz, mire egy ilyet megeszem. Ez a hamburger evés Lina módra, én mindig ketté szedem az összes ilyen meg a hamburgert, mert túl nagy és máshogy nem tudnám megenni, úgyhogy így fogom szépen. Értelemszerűen ugye valamilyen vegán hely kellett úgy magam miatt, de tudtam, hogy Panni alapból szereti ezeket. Én nagyon szeretem a vegán helyeket, én is olyan vegán cuccot főztünk. Ja, igen. Eleve nagyon szeretem a vegán helyeket, úgyhogy igazából nem volt meglepetés, hogy azt mondom, hogy szuper jó volt. És most pedig megyünk az én következő helyemre, ami szintén úgymond kajás hely, de valószínűleg ott kávézni fogunk, meg talán egy sütit megenni.
és ehhez pedig vissza kell mennünk majd a Jászai Mari térre, és onnan fogunk sétálni egy ideig. Kíváncsi vagyok nagyon amúgy. Pár percet. Most van egy kávé még belém fél, az így nagyon-nagyon. Nekem most nagyon kell, annyira kajakómás lettem, szóval szerintem meg. Jó, oké. Most jöttünk el a kávézóból, ami egyébként nekem is egy meglepetés volt, hogy hogy nézett ki. Valamiért a fotókon nagyon megtűnt a hely, de annyira kis cuki volt így, és annyira nagyon jó volt a belső. Volt, meleg a volt. A világítás, minden, a kávé is tökéletes volt, úgyhogy nagyon elégedettek vagyunk vele. Így van, úgyhogy köszönöm ezt a programot, és nagyon-nagyon szuper volt. Megyünk tovább, és most az én programom, amit hamarosan ugye így az utolsó mára, amit ti is ugye így meglátok, és akkor a végén még azt is átbeszéljük, hogy az milyen volt, hogy menjünk. De kíváncsi vagyok most így. Igazából ötletem sincs, tényleg. Szóval jó lesz. Jó lesz. És időközben a húgam. És itt van. Amúgy mutasd el az élet. De hol, te hogy nem fázol? Mert van rajta három kabát. Hát én így is fázom még. Jézusom. Én nem látom a helyet, akkor találd ki, hogy hova megyünk. Vagy találd ki a hideg-meleggel. Mehetünk pénzt váltani. No. A rossz hangot, a jó. No. Igazából a többit nem látom, várjál. Ami úgy igazából csak a Mekivel megyünk, nem tudtam jobbat kitalálni. És hogyha még tovább nézel. Tovább nézel arra. Minigolfot. Igen. Amúgy ezt a hét én is néztem. Komoly. És nem tűnt fel. Nagyon sok pálya van, és ezeken kell majd szépen végig mennünk. És a cél ugye az, hogy a lyukba úgy találja a labdát, hogy minél kevesebb ütésből. És akkor a másik oldala pedig a lapnak, ahol felírjuk ugye hármunknak a nevét. Ja igen, a húgom is játszik velünk, szóval most így hárman vagyunk. És akkor az a lényeg, hogy itt fogjuk számolni azt, hogy kinek hány ütésből ment be a labda. És elég jól néz ki a hely, bizonyos. A panni kezdve neki még az első. Tehát szakadok. Ez tényleg nehéz. Jó! Mennyi ilyen, több szobából áll össze az egész. És túl vagyunk eddig kb. 2-3 körön. És rejtünk, hogy nem fogjuk számolni a pontokat, mert szörnyen bénák vagyunk. És igazából felesleges is lenne, meg annyira így, nem tudom. Szóval nehéz számolni a pontokat olyan szempontból, hogy amikor koncentrálnál arra, hogy beüsd a labdát, akkor még számold is, úgyhogy végül megegyeztünk, hogy minden csak így átérünk és lejátszunk. Az összes pálya nekem nagyon-nagyon tetszett, mert hihetetlen kreatív az egész hely, ahogyan ki van találva és ahogy megvan oldva. Mert én korábban már játszottam minigolfot, de az műfíves pályán volt, meg ilyen tenisz pálya jellegű talajon, amit nem tudom, hogy hogyan hívnak, de olyan volt, és ez teljesen más a feelingje is, meg az egésznek így a típusa, vagy nem tudom is, a technikája, hogy hogyan kell csinálni. Úgyhogy ez nagyon tetszett, nagyon kis játékos volt. Igen, úgyhogy nagyon jó. És akkor igazából, ha már itt tartunk, akkor leizárhatjuk ezt a videót, szóval összességében mit gondolsz erről a napról még? Nekem nagyon tetszett, hogy az egész nap olyan volt, mint egy randira elmenni igazából. Igen, csak igen. Ha már nincs nekünk sem váltja, akkor elhívtuk egymást randizni. Szóval, de hogyha van mondjuk barátok, akkor a randirek nagyon szuper, vagy akár valaki társaságokkal nagyon szuper egy ilyen napot tartani, amikor egymást lepítek meg programokkal. Igen. És visszatérve az alkalmazáshoz pedig nekünk nagyon-nagyon hasznos volt abból a szempontból is, hogy így a hétköznapokban is nagyon sokszor elmegyünk, csak úgy akarunk elmenni kávézni, hogy nincsen semmilyen kávézó ötletünk, mert már minden helyet, amit ismerünk, azt így meguntunk, és kéne valami új, és ilyenkor mindig az Instagramot szoktuk pörgetni, hogy valami újat találjunk, és ebben az alkalmazásban nekem ami legjobban feltűnt az az, hogy nagyon-nagyon sok kávézó volt. Igen, igen. Úgyhogy azokból még így bármikor tudunk inspirálódni. Szóval igen, az én véleményem az, hogy Panni nagyon szuper programokat talált ki, Attila az, hogy becsatlakozott reggel, hát ez a legnagyobb meglepetés volt. És tényleg olyan volt Budapestnek így az utcáit járkálni.
mint egy ilyen, mint hogyha újra így felfedeznél egy csomó új helyet, mert végülis tényleg ez történt, igen. De olyan helyeken, ahol általában mindig utaztunk, például a villamossal. Igen. Szóval ezer szeretem a környék. Annyira így tényleg olyanná tetté az egészet, hogyha itt turisták lennénk. Na neked mi a véleményed? Nekem is nagyon, hát kb. Ugyanez, szóval iszonyatosan tetszett az egész, és én se gondoltam volna, hogy ahol szinte, nem tudom, heti egyszer legalább elmegyek a városban, ilyen helyek vannak. Egyébként, akik szeretnének Budapesten ugyanígy körbenézni, mint mi, akár itt laknak, akár nem, azoknak nagyon-nagyon ajánljuk ezt az alkalmazást, valamint most már Győrben, Mosonmagyaróváron, Szegeden is elérhető, és ugyanúgy volt a negyedik. Szóval akár azokban a városokban is ugyanígy körbe lehet nézni, ami nekem tök jó, mert tehát, hogyha megyünk vidéki városba, igen, ott végképp nem tudom, hogy mik vannak, szóval nagyon-nagyon hasznos tényleg. Úgyhogy köszönjük még egyszer, hogy támogatták ezt a videót, és létrehozták azt, hogy végigmehetünk ezeken a csodás programokon.